Ha már AI, akkor nem mehetek el amellett, hogy van a Notionnek is már saját AI-ja. Mi az a Notion? Teheted fel a kérdést, hogyha most hallod először ezt a szót. A Notion nem más, mint egy all-in-one, jegyzetelő, tudásmenedzsment, feladatkezelő, gyakorlatilag egy digitális bullet journal. Én mindig azt szoktam mondani, hogy olyan, mintha egy üres lapot bármivé át tudna varázsolni. És gyakorlatilag a bullet journaling is erről szól, hogy van egy üres, de pontozott lapod, és hogyha akarsz, akkor arra feladatokat viszel föl, hogyha akarsz, akkor arra, nem tudom, napi energiaingadozást viszel föl, hogyha akarod, akkor arra naptárat viszel föl, teljesen mindegy, hogy mit hozol ki belőle, de ez csak is kizárólag rajtad múlik. Gyakorlatilag a Notion is ugyanígy működik, bármilyen minőségben, mennyi hozhatsz újra és újra lapokat rajta, és éppen ezért a lehetőségek tárháza szinte végtelen, hogy mit tudsz belőle kihozni. És a legutóbbi frissítéskor elérhetővé vált az AI funkció is, és nézzük is meg pontosan, hogy mit tud a Notion-on belül ez az AI funkció. Gyakorlatilag most egy üres oldalon vagyunk itt a Notion-on belül, hogyha még nem találkoztál a Notion-nel, akkor tadá, így néz ki ez belülről. Tehát egy baromi üres lap, van egy header részem, itt meg bele is írtam, hogy ez itt az AI játszóterünk lesz most a mai nap folyamán, és bármikor, amikor elő szeretnék hozni bármilyen AI-jal kapcsolatos menüt, akkor nem kell más csinálnom, csak egy ilyen üres részén a Notionnek ütnöm kell egy space-t. Hogyha ütök egy space-t, akkor automatikusan előjön a Notionbe belerakott összes AI menüpont, és mit tudok vele csinálni? Brainstorming ideas, tehát hogyha szeretnék valamilyen ötleteket gyűjteni valamire, akkor azt meg tudom itt csinálni. Blogpost, hogyha blogpostot szeretnék írni, hogyha egy outline-t szeretnék írni, hogyha egy social media postot, egy press release-t, kreatív storyt, egy essayt szeretnék írni, akkor azokat mind külön-külön meg tudom neki mondani, hogy én most kifejezetten ezzel és ezzel szeretnék foglalkozni. De itt azért még van bőven pár dolog, amit még meg tudunk csinálni. Például írhatunk verset, írhatunk to-do listet, írhatunk meeting agendát, egy előnyök és hátrányok listát is írhatunk, egy munkakörleírást is írhatunk, egy sales e-mailt, egy recruiting e-mailt is írhatunk vele. Mi van akkor, hogyha mondjuk most nézzük meg azt, hogy social media posztot szeretnénk írni. Ugye itt is promptírásról beszélgetünk, tehát attól, mert hogy ő most ide, már most mi megadtuk neki, hogy social media posztot szeretnénk írni, hogyha én most csak azt írom be neki, hogy time management, akkor ő le fogja generálni nekünk azokat a basic dolgokat, amiket egyébként amúgy is legenerálna nekünk egy ChatGPT. De nézzük meg, hogy time management tips, managing time can be a challenging task, but it essential to enhance productivity, tatara, tatara, tatara. És a legalapvetőbb dolgokat elmondja. Priorizáld a taskjaidat, a nagyobb feladatokat bontsd le kisebbekbe, határozzál meg saját magadnak végidőpontokat, határidőket, ne multitaskingoljál, és hogy legyenek szüneteid. Tehát, ha beírnád ugyanezt a sztorit a Midjourney-nek, nem a Midjourney-nek, a ChatGPT-nek, akkor nagyjából ugyanezeket a dolgokat kapnád vissza. De mi van akkor, hogyha nekem ez a cucc, amit ide leírtunk, ez nem annyira tetszik? Akkor, hogyha itt rámegyek, akkor van egy ilyen, hogy Ask AI, és meg tudom változtatni mondjuk a hangzását professionalre, casualre, straightforwardre, confidentre, friendlyre, összetudom vele az rövidíteni, le tudom vele rövidíteni, át tudom fordítatni vele, a magyar még nincsen benne, úgyhogy ezt még mindenképpen csak angolul tudod használni, de mondjuk meg tudod vele magyaráztatni, find action items, tehát hogy tudsz belőle egy listát készíteni, to-do listát készíteni, és mondhatod neki, hogy oké, írjál ehhez még hozzá dolgokat. De alapvetően, hogyha én ezzel így elégedett vagyok, akkor hagyhatom így. Nyomok egy space-t megint, és azt mondom, hogy mi van akkor, hogyha én most megint egy social media posztot szeretnék írni, de azzal a feltétellel, hogy egy nagyon picit pontosabban meghatározom már azt, hogy miről is írja meg ezt a social media posztot, és hogy hova írja meg pontosan ezt a social media posztot. Tehát write a social media post about people who are suffering from lack of time
Because they have bad habits and they are procrastinating throughout the day and they are tired at the end of the day. Make it short and write it to a Facebook page. Nézzük, hogy ilyenkor mi történik, hogyha egy kicsit azért pontosabban meghatározom neki azt, hogy mit is szeretnék csinálni. Struggle with time management. Are you constantly tired and it is possible that your bad habits and procrastination are to blame instead of putting things off, try prioritizing tasks, breaking down, De gyakorlatilag ugyanazt csinálta, csak egy nagyon picit jobban a problémára ráhúzta azt, amit mi szeretnénk egyáltalán itt látni. És hogyha azt mondjuk, hogy mi ezzel nem vagyunk elégedettek, ez nekünk nem tetszik. Mert gyakorlatilag azért lássuk be, ez nem sokkal több, mint a felső, csak annyi történt, hogy ezt az 5 pontot, ezt mondatba rendezte. Tehát mi van akkor, hogyha azt mondom neki, hogy írjál erről egy picit hosszabban. És a varázslat elkezdődött. Megírta hosszabban ugyanazt a részt, amire mi megkértük, hogy ez bőven fejtse ki, és megmondhatjuk neki, hogy ezt helyezze át, tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ha erre itt rákattintok, vagy replace section, akkor az előzőleg megírt témát, azt ő fogja, és gyakorlatilag egy az egyben át fogja írni. Vagy, hogyha azt mondjuk neki, hogy improve writing, akkor újra fogja írni, gyakorlatilag majdnem az egészet, csak egy nagyon picit másképp fog fogalmazni. Mondhatjuk neki, hogy legyen még hosszabb ez a bejegyzés, hogyha szeretnénk még inkább bővebben egy hosszabb történetet leírni. Láthatjátok, hogy itt azért most már szépen kibontotta, és még mindig ír. És hogyha azt mondjuk, hogy replace, akkor megint van egy jó kis, jó nagy szövegünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan is tudsz jobban időt menedzselni saját magadnak. Tehát gyakorlatilag azzal, hogy pontosabban meghatároztam neki azt, hogy mi a probléma, mi a prompt, mi az, amire megoldásokat keresünk. És konstant, tehát hogy folyamatosan újraírattattam vele ezeket a dolgokat, meg megmondtam neki, hogy pontosan mit is szeretnék én ezzel az egésszel csinálni. Szépen lassan, de hogy azért kialakult egy viszonylag masszív leírás. Most, hogyha ezt én át akarom irattatni vele, mondjuk egy ilyen friendly dologra, akkor láthatjátok, hogy itt ezek már blokkokban, úgynevezett blokkokban vannak rendezve. És éppen ezért, ezt most diszkárdoljuk, de meg tudom csinálni azt, hogy bizonyos blokkokat más stílusban iratok meg vele. Mert hogyha megnézitek, akkor ez itt egy blokk, itt amit most kijelölt, ez itt egy blokk, ez itt egy blokk. Ezek a pontok, ezek mind egy-egy blokkok itt. Itt is van egy blokkunk. És ezeket gyakorlatilag egyesével mindegyiket újra tudom vele irattatni. Mondhatom neki azt, hogy ennek a bekezdésnek a hangneme az, ahogy az előbb is rákattintottam, legyen egy ilyen barátságos. És akkor már van itt egy hi there, do you feel ever completely wiped out and unable to concentrate by the end of the day? És egy nagyon picit másképpen megfogalmazva fogja ezt nekünk megírni, és azt mondom, hogy oké, nekem ez a hang nem tetszik, akkor replace. És már is újraírtuk ezt az egészet. És hogyha azt mondom, hogy ezt a részt viszont szeretném egy nagyon picit mondjuk casualre megírni, akkor át tudom iratni vele. De meg tudom neki mondani azt is, hogy össze akarom hasonlítani ezeket a szövegeket, vagy insert below, és azt tudom mondani neki, hogy oké, ebből egy másik tónussal ezt irattattad meg, hogyha ezeket ide egymás mellé rakom, akkor össze tudom hasonlítgatni, hogy ez tetszik jobban, vagy ez tetszik jobban. És gyakorlatilag azt tudom csinálni ezzel az egésszel, hogyha nagyon-nagyon messzire akarok menni, és nagyon-nagyon sok időm van, és nagyon sokat szeretek olvasgatni, akkor meg tudom azt csinálni, hogy mondjuk ez volt a friendly.
Mi van akkor, hogyha straightforward-ot iratok vele? Insert below. Mellé rakom. Megint rákattintok. Megint átiratom. És azt mondom, hogy szeretnék ebből mondjuk egy confidentet is iratni. Megírta? Insert below. Ide rakjuk. És gyakorlatilag ugyanannak a szövegnek különböző tónusbeli, különböző hangnembeli változatait egymás mellé tudjuk rakosgatni, és meg tudjuk nézni, hogy melyik az, amelyik a leginkább szimpatikus számunkra, amiből utána végül majd kiveszünk egy végleges változatot. De ez nyilván csak a hangnem. Tehát, hogyha már itt van ez az egy blokk, ezt tudom rövidíteni, tudom hosszabbítani, le tudom egyszerűsíteni a szöveget benne, és ugyanazokat a dolgokat, amiket eddig is meg tudtam benne csinálni, azokat most is meg tudom csinálni. De mi van akkor, hogyha nekem nem ilyen szövegre van szükségem, hanem azt mondom, hogy nekem mondjuk arra van szükségem, hogy legyen mondjuk egy to-do listem. Hogyha van egy baromi hatalmas nagy feladat előtted, és nem tudod, hogy mik annak az alapvető lépései, amit neked mindenképpen meg kell csinálni, akkor írhatsz vele egy ilyen to-do listet. Write a to-do list about how to sell my online course. Ez egy nagyon egyszerű példa, és gyakorlatilag a Notion azt fogja neked csinálni, hogy fel fogja írni neked, hogy pontosan mit kell, milyen lépéseken kell végigmenned. És mivel ez egy to-do lista, ezért meg tudod csinálni azt, hogy oké, identify your target audience and their needs. Oké, ez tök jó, de hogy ezt hogyan csináljam meg? Itt van ez, hogy identify your target audience and their needs. Ez egy tök jó dolog, hogy ezt ide megkaptuk, de ettől függetlenül még nem feltétlenül tudom azt, hogy hogyan is kell ezt megcsinálni. Van itt egy ilyen, hogy explain this. This task is a checklist that suggests to identify the target audience for product and service and determine what their needs are in order to design the more effective marketing strategy. Make it longer. Okay, insert it below. És akkor már nem csak egy pontom van, hogy identify your target audience and their needs, hanem van hozzá egy minimális leírásom is, hogy mit is ért ez alatt pontosan mondjuk a Notion AI. Gyakorlatilag tehát szinte a végtelenségig tudod kihasználni ugyanannak a témának az újra és újra használását, újraírását a Notion AI-on belül. Amit viszont tudnod kell ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy egy idő után kifogysz az ingyenes AI által megíratható szövegekből, és ilyenkor meg kell venned a Notionnek az egyen magasabb plannyét. Úgy értem az egyen magasabb plannt, hogy van egy ingyenesen használható része a Notionnek, én 100%-ban ingyenesen használom, és teljes egészében kihasználom azt, amire nekem ebből szükségem van. Tehát például most elértem ezt a limitet, és nem is tudnék egy következő blokkot legeneráltatni. Hogyha szeretnék egy új blokkot legeneráltatni, akkor az nekem havi 10 dolláromba kerülne, és 10 dollárért már ez a teljesen végeláthatatlan AI funkció, ez elérhető lenne számomra a Notion-ön belül. Tehát, hogyha szeretnéd ezt kihasználni, hogyha azt mondod, hogy már alapból is Notionben dolgozol, és van neked egy ilyen AI-os oldalad is, amivel szeretnél egy nagyon picit foglalkozni, akkor megteheted azt, hogy upgrade-eled a Notion-edet, és 10 dollárt fizetsz érte havonta, ez nagyjából mennyi, 4000-4500 forint, amit ki kell perkálni, és akkor ez alapján te már tudsz végeláthatatlan AI megoldásokkal foglalatoskodni a Notion-ön belül. Köszönöm szépen, hogy végignézted ezt a videót, és hogyha tetszett az, amit láttál és hallottál, akkor mindenféleképpen nyomjál rá a like gombra. Ez nagyon sokat jelent a számomra is, sőt a YouTube algoritmusának is egy nagyon picit szól, hogy ez egy olyan videó, amit lehet, hogy érdemes másoknak is megnézni. Köszi szépen, hogy itt voltál, találkozunk a következő videóban.